Szárvusztok, fiúk és lányok, Enduro Muki vagyok, és ma mutatok nektek egy érdekességet. Ász, meg ász. Az a hivály ászakadt. Az érdekesség benne az lesz, hogy én meghágáztam. Kevássátok, remélem tetszeni fog. Szépen becsiszoljuk, megsramferáljuk, hogy legyen a hágáztésnek felület, amin fogjon, és picit B felé fogjon, a belső felébe, hogy utána ne törjön könnyen. Előkészítve, látjátok nagyjából, hogy néz ki. Ez így fog jönni, és rávarjuk. Lássátok, jó szép nagy felület. Még egy kicsit tisztítok rajtam. Szépen összepasszítjuk. Megpróbáljuk megkeresni teljesen a régi helyét, ahogy illeszkedett. Jónak tűnik. Na, és maszk, gáz és nyomás. Hát nagyon gyönyörű lesz. Látjátok, pár helyen meg cseppentettem, hogy maradjon meg a stabil helyén. Ne
lidegen lobogjon, mikor haggáztem. De nagyon csöcs. Gyönyörű, mi? Hát az. Egy kicsit langyos. De megoldjuk. Uhuhu, bár gyönyörű. Látjátok, itt bevágom egy picit, hogy legyen felületem haggasztani, itt is, és itt a fület alacsonyabbra csinálom, hogy férjek, ugyancsak férjek oda a hasadáshoz. Itt egy fél centi, a csavar méretét aztán csökkentsük, rövidebb csavar teszünk, és tökéletesen meg fog felállni. Lényeges a haggasztásnál, hogy minél tisztábbra próbáljuk meg a felületet lepucolni. Van, aki acetont használ, én általában a zsírtalanító sprayeket és sűrített levegőt használok. Látjátok, azért vágtam le a 2-3 mm-t a fülből, hogy férjek ide a belső hasadáshoz hozzá, és megmutatom most a végeket, itt ezeket a hasadásokat, hogy oldom meg.
videóközvetítés, nehogy beleássák. Van, van. Tényleg van a? Van. Szerusz. Szerusz. Akkor teszünk rá egy kis simítást. Semmi extra. Gyönyörű. Szia! Na, srácok! Ez... nagyjából, nem tudom a videó, hogy adja vissza. Látjátok. Ilyen lett. Hát nagyon nem csiszolom le. Ezt így hagyom, marad az anyagvastagság is itt elsimítom picibe, ahol a pakulás kell feküdjön, és nagyjából ennyi. Ez egy, amúgy egy Yamaha hüvely, ami az igazság az, hogy nagyon drága. Nagyon drága, legalábbis az itteni embereknek. És maga a motornak az ára is ott van, hogy hát nem nagyon éri meg új alkatrészeket vásárolni, de már gyakorlatilag ez a hüvely a motorbiciklinek a reális piaci értékének az ára. Ezzel a videóban nem azt akarom mondani, hogy nem kell újat tenni rá. Akinek van pénze, nyugodtan az újat megveszi, felteszi. De viszont minimális befektetéssel, pár euróból idehozza, meghaggáztam, ráteszi, még ha egy-két évet mehet vele még. Szerintem úgyis tökéletesen megfelel a srácoknak. Köszönöm, hogy követtetek. Még fogok mutatni ilyen érdekességeket. Remélem tetszett. Szárvusztok!